Tudtátok, hogyha egy zombinak Csabus a nevet adtok, akkor Csabus a feje lesz. Itt a parancs, megidézünk egy zombit a command block fölé. Custom name, a neve legyen az, hogy Csabusa. És akkor Csabus a feje van. Sziasztok, folytatjuk a parancsos tutoriált. Az előző videón azt álltam ki, hogy hát mégiscsak az a legjobb, hogyha mindig szavazás van, hogy milyen parancsot szeretnétek, mert akkor tényleg az, amire szükségetek van, vagy amit szoktatok használni, stb. Tehát ez egy tök jó ötlet. A summont emlegették többen, mondjuk én jobban szerettem volna tematika szerint hallani, tehát most ilyen blokkos parancsok, akkor azon végigmegyünk, aztán nem tudom milyen es parancsok, de sokkal jobb az, hogyha az a sorrend van, amit ti mondtok, mert akkor az lesz, amire kíváncsiak vagytok, amire a leginkább kíváncsiak vagytok. A summont mondták többen, úgyhogy legyen most a summon. Persze, van, aki más szeretne, hát az szavazzon megint a videó alá. Jó, kezdjük is a szintaktikával. Summon, igen, az entitás azonosítója. Mindjárt mutatom, mennyi van. Eddig kötelező megadni, tehát ilyen relációs jel között van. Diamond operator, azt hiszem így van angolban. És utána már látjátok, szögletes zárójelben annak, ezeket nem kötelező megadni. Jó, a koordinátákat azokat most vagy mind a hármat megadom, vagy egyiket se. De egyébként nem kötelező. És aztán az MBT adatotag. Per, summon, tab, és ennyi entitású van. Ha csak nincs valami elrejtve, nem tudom hirtelen, hogy... De nem hiszem. Jó, van itt mindenféle, például van XP Orb. És fel is vettem, azért nem látszódik, aha. Akkor ott látszik, hogy előttem legyen akkor Z mentén. Lehet használni relatív koordinátákat, mondjuk 5-tel. Ott van. Megidéztem egy XP Orbot. Mi van még valami érdekes? Készpály, de XP Orb. Hogyha a potion szeretnétek, ami el van dobva. Ott van exp bottle. Miért nem egészíti ki? De már így se. Drone, jó. Ez nem jó. Ne! De rossz. És nem egészíti ki. Nekem kell beírni. Ez XP potion lesz. Ugyanez, hogyha... Ha valamilyen más bájccal... Ez hol van? Ez is valami drone potion, ott is nem. Ezek mind entitások. Valami érdekes még? Nyilat is lehet idézni. Heh, ott van, azt hittem el is tűnt. Nem is tudom fölvenni. De be tudom állítani, hogy föl lehessen venni. Annak is vannak MBT. Jó, nem először ugrok neki a felvételnek, azért maszkálnak itt farkasok. Mert első két körben azt gondoltam, hogy gyakran használt MBT-ket mutogatok. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg a legtöbben ismeritek, plusz könnyen meg lehet találni a netten, mert hát gyakran használt, szükség van rá. Például nem sok értelmét láttam, mondjuk sebezhetetlen mobot. Azt tudjátok, hogy az invulnerable tag. Ha egy entitásnak megadjátok, hogy egy vagy true, akkor nem lehet őt sebezni. De írunk rá egy példát is akkor. Mi legyen? Legyen bárány. Így. Tehát megidézek egy bárányt, a command block fölé 2-vel, és sebezhetetlen legyen. Míg én jobban szerettem az 1B-t használni, rövidebb. Nem mindig kötelező megadni a B-t, de van olyan parancs, ahol kötelező megadni, ez a változónak a típusa. Tehát ide egy logikai változó kell, most hát egy byte típusú számot kér. Hát ha nem programozhatok, akkor ezt így nehéz most, nem most fogom ezt elmagyarázni, a lényeg, hogy ez a változónak a típusa. Ez egy byte típusú, tulajdonképpen egy szám, és meg nem mondom fejből, hogy milyen tartomány, az int
típus, van olyan egész típus, az is szám, az mínusz 2 millió valamennyitől 2 a tizedikentől plusz 2 a tizedikenig. Akkor van ilyen, hogy ugye costume name, ez meg szöveges típus, tehát ide szöveget kell megadni, nem egy számot. Mi is legyen a bárány neve? Bari. És sebezhetetlen. Na most kreatívban attól ugyanúgy tudom ütni. De mondjuk szólóban már nem. Ó, szegény bárány. De nem tudják megenni a farkasok. És már én sem tudom megütni. Ez jó. Poén. A megállíthatatlan erő és a mozdíthatatlan tárgy. Jó, hát azok, ezek egy eljátszanak egymás előkre. De jó. Oké. Tehát ezt valószínűleg ismeritek, mert gyakran használtak a costume name-et is, valószínűleg igen, mert hát átnevezni mobot. Inkább ilyen ritkábbakat szeretnék. Colort nem biztos, hogy ismeritek. Meg lehet adni a bárány színét, hogy miért szeretnétek. Ide a... Most hozott nekem egy jaj, ez egy csirkén lovagló farkas. Igen, egyik felvétel. Ja. Tehát oda a kolorba a gyapjúnak azonosítója kell, illetve bármilyen színezett blokk. Tehát ha megnézitek, a citromsárga gyapja a 4-es, a citromsárga üveg is a 4-es, a citromsárga lapos üveg, de rossz, az is 4-es, a citromsárga szőnyeg az is 4-es, a citromsárga, ez már nem, ennek már más a logikája. Aha, jó. Ezt nem mondom, de ezek hasonló logikán vannak. A citromsárga stained clay is 4-es. Tehát a citromsárga bárány is 4-es lesz. Jó. Akkor ugye a farkasnak lehet színezni a nyakörvét. Az nála a collar color. Csak farkas legyen, ugye. De... De nem citromsárga nyakörveset szeretnék, hanem rózsaszint, az a 6-os. Ott van azonosító mellett ez a per 6. Tehát 6. Nem 5. Nem igaz. Per 6. És akkor, ha nem szabad el, akkor se látszik. De jó. Valószínűleg elírtam. Közben puskázok a wiki oldalról, amiben lesz linkelve, ne kérdezzétek. Collar. Collar. Aha. Aha. Lehet, hogy a B-t igényli. Ez is byte típusú. És nem. Te durva, lehet, hogy egy book. Meg egy liter water. Most bemásolom, de tök hibátlanul írtam, az annyira nem hosszú szó. Jól írtam. Még se engedi megszínezni. Jó, ezt most nem tudom. Nem szoktam ilyen teggel szórakozni, csak hát tudom, hogy létezik. Kipuskázok egy másikat. A slime-nak a szájzát, azt általában tudják. A skeleton type-ot azt nem szokták tudni. Volt kérdés. Ja, most azokból válogatok, amiket kérdezni szoktatok. Teljesen jó. Na, a skeleton type. Hát ha azt mondom, hogy summon skeleton, hát akkor egy csontink lesz. Oké. Okay. De hát hogyan lehet megidézni egy olyan fekete csontit? Úgy, hogy a summon skeleton és a skeleton type-ban meg kell adni az, hogy egy, igen, egy. Ha nullát írok, az a sima fehér csonti, ha egyet, az meg a fekete csonti. Hát ez jó elment. Jó. Falusinak a üzletelését is. Az ilyen összetettebbeket inkább nem most, tehát ha van rá igény, akkor csinálok egy külön tutoriát, hogy hogyan lehet megcsinálni a cserét. Kicsit összetettebb tag, vagy hogy tárgyakat adni mobra, de már többször is volt szó, meg ott van a neten is meg lehet találni. Úgyhogy most nem húzom vele az időt. Próbálok kinézni valami érdekeset. Zombinál. Hát, ha nem tudtátok. Lerakhatok én baby zombit is. Úgyhogy beírom, hogy is baby. Hát egyet truth, tehát valami igaz értéket kell adni, hogy igen, baby legyen. Hát mindjárt kiderül, hogy jól írtam-e. És igen, jól írtam. Egyet ki zombit.
Hasonlóan, hogyha szeretném, hogy falusi zombi legyen. És ha szeretném, hogy kicsi zombi falusi legyen, akkor mind a kettőt megadom. Áj, baby. És hát minden működik. Jó, akkor... Vasgolomnak meg lehet adni egy ilyen teget, hogy player created. Bár még sose próbáltam ki, de elvileg azt tudja, hogy ha ezt igaznak adom, hogy a játékos csinálta, gólemről van szó, akkor nem támadja meg a játékost. Most nem is próbálom ki, így néz ki player created, de beleszinkelve az oldal böngészétek, csináltam egy tutorialt, hogyan lehet olvasni. Hajrá! Mutatok egy érdekeset, ezt nem tudom, hogy mennyire ismeritek, megint bárány. Ez a shared, vagy sheared. Azt mondom, hogy igen, legyen olyan. Ez a borotvált bárány. Megidéztetek borotvált bárány. Igazából bármit, amit a játék elment. Tehát, amit a játék elment a mobokról, azt mind itt meg lehet adni NBT-be, és olyat csinál. Tehát... mit tudom... Azt is elment, hogy a malacon legyen... nyereg. Ez a saddle. Ez is logikai. Azt mondom, hogy igen, legyen rajta a malacon. Akkor olyan malacot rakom. De mondjuk mi az, amit nem jegyez meg róla? Az, hogy ég-e? Vagy... ezt lehet, hogy pont megjegyzi. Hát nem tudom. Most nem jut eszembe ilyen. Tehát csak azt akarom mondani, hogy bármilyen tulajdonság, ami eszedzekbe jut, azt meg lehet csinálni NBT-ben. Lehet olyan mobot idézni. Közben nézem, hogy mik vannak. Az, hogy... potion effect legyen rajta, hát... az is összetettebb, nem akarok belemenni. Állatok, na ez még érdekes lehet, hogy mondjuk én kis malacot szeretnék. Hát ez nem úgy néz ki, hogy bírom, hogy is baby. Itt teljesen másról van szó. A zombinál azért van is baby, mert az nem fog felnőni, tehát az vagy gyerek, vagy nem, úgy marad. Más moboknál, igazából nem halott moboknál, ott meg az age van, mennyi idős az a dolog. Ha negatív számot adok meg, akkor az kicsi lesz. Most elvileg, ha ez ugye tick, gyorsan lenézem, igen, ez a tick. Tehát egy tick az, nem, 20 tick az egy másodperc, tehát most 3 másodperc múlva fel fog nőni ez a kis malac. Puty. Így lehet vele szórakozni. Ha 20-at adok meg, akkor egy másodperc múlva. Puff, meg is felnőtt. Ha ugye, ha nagyon nagy számot adtok meg, akkor meg sokáig lesz kis malac. Ez így működik villagernél, már minden mobnál, aminek van gyereke. Csirkénél is, mindennél. Ha meghatározott macskát szeretnétek, akkor az a cat type. Sose tudom, hogy C-vel vagy Z-vel van, úgyhogy bemásolom Ozelot. Cat type, és ez a szám, ezt is le kell puskázni, 0-tól 3-ig lehet. Van a nullás, az ez. Az egyes, az ez, és így tovább. Nem megyek végig rajta. Tehát ez így lehet. Nyúlnál is van ilyen, hogy rabbit type, ugyanez. De azért megmutatom. Rabbit type ugyanez, ennek az értéke megy 0-tól 5-ig, és van egy 99-es, az a killer bunny, ugye a
Ja, ebben a kezem macska maradt, oké. Okay. Egy alokgalokban. Az még nevet is kap. Ez nem jelent azt, hogy nem lehet átnevezni. Tehát ide írhatom azt, hogy... Costume name... Mondjuk erre kíváncsi vagyok. 12. Aha, nem. Felülírja azt is, de rossz. De utólag szerintem át lehet nevezni. Nem hallottam olyanról, hogy ez mindenképpen ilyen nevű lesz. De ezt is kipróbáltuk. Vagy elírtam valamit? Mondjuk idézőjel hiányzik, de úgyis csak egy szó. Ah, igen, idézőjel hiányzott. Jó, akkor vissza az egész, felül tudom írni. Jó. Villager Golemnél van egy ilyen, nem tudom ez mennyire fogjátok használni, én még sosem használtam. Nem is nagyon szoktam a golemet lejártani, hogy player created. Ez elvileg azt tudja, hogy ha ez így be van pipálva, ilyen golemet gyártok le, akkor nem támadja meg a játékost. Mert hogy ez a tagje azoknak van, amiket a játékos gyártott le. Igen, vannak ilyen aranyos dolgok, minecartok. Rengeteg minden van. Armor stand is egy külön videó, de arról már csináltam is egyet. Festmény is entitás. A festménynél motívnak hívják, most bemásolom. Motívnak hívják a teget, egy szöveget kell megadni neki. Hát ezeket nem tudom fejből, most kimásolok egyet. Meg lehet nézni a wiki oldalon. Aha. Csak mi az azonosítója? Aha, kebab. Mondjuk itt van ez a kebab nevi. Valószínűleg nem lesz olyan egyszerű legyártani ezt a festényt. Painting. Talán így van. És el legyártotta, jó. Ott van ez a kebabos, az így néz ki. Most mit tudom én plant? Van egy ilyen, hogy plant. Az meg ez. Jó. Akkor ott van a... Az item frame abban milyen tárgy legyen. Sok van. Inkább írjátok meg, hogyha valaminek az MBT-re kíváncsi vagytok, inkább csinálok róla egy külön tutoriált. Nem lehet rajta végigmenni, és... Hát én pár érdekeset mutatom, amit megmutattam, amit talán nem annyira tudtok. Ritkábban használt. Ja, szóval ennyi. És a másik, hogy mi legyen a következő parancs, írjátok meg kommentbe. Sziasztok! Nem, a kézikönyv óvjon.